Kalocsán és környékén január 1-e óta közel 130 mm csapadék hullott, és az esős napok száma is magas volt. Ezáltal a talajnak nem volt ideje elszívni ezt a nagy mennyiségű vizet. Egy 2300 hektár körül van a gabonaféléknek, illetve a, a repcének az a területe, ami belvizes terület, illetve olyan 2600-2700 körül van az a terület, hektárba beszélünk az a terület, ami majd a tavaszi vetéseknél lesz előkészítéssel, majd tehát a tavaszi vetések előkészítésénél akadályozhatja majd a munkafolyamatokat. Jelen pillanatban a mezőgazdaságban a legnagyobb munka a gabonafélék fejtrágyázása lenne, amit szintén megnehezít az esős időjárás. Sajnos földi gépekkel nagyon körülményes ilyen időszakban kimenni a területekre, mert hatalmas nagy a taposási kár, illetve nem csak a taposási kár nagy ilyenkor, hanem a földutakat is ilyenkor lehet jelentősen tönkretenni, tenni, hogyha utána nem fogják ezeket elsimítani. Több termelő jelezte elsősorban nagyobb gazdaságoknál ott, jobban megéri, hogy, hogy légi úton helikopterrel próbálták, illetve nem csak próbálták, jutatták ki a műtrágyákat, hogy a taposási kárt azt megelőzik. Sok esetben azonban abszolút rá se lehet menni az érintett területekre, mert a talaj olyan nagy mértékben felázott. Az elmúlt napok esőzései pedig csak tovább nehezítették a hetek óta fennálló problémákat.